Sziasztok! Egy újabb, amikor én még videó. Ez ugye már egy sorozat a csatornán, tehát elég sok rész készült ebből. És hát szerintem nem túl nagy titok, hogy annak idején az inspirációt erre Google adta, az ilyen számítástechnikai szervizes kalandjaival, és hát nekem is az első rész az az volt, amikor ugye számítástechnikai szervizben dolgoztam, de hát ez most már a sokadik rész az életem, nem mint ez bárkit is érdekelne, de legalább az én családomnak itt hagyom utókornak, akik majd esetleg az én leszármazottaim lesznek, és kíváncsiak rá, hogy ki a tökön volt annak idén a dédi, vagy a nagyfater, vagy akármi. Szóval, hogy ez a rész, ez most a BGTF, alias Bessényi György Tanárképző Főiskola, és az ENYEF Nyíregyházi Főiskola témaköré dolgozza föl, azaz, amikor én oda jártam. Ez ugye a két intézmény, ez ugyanaz. Ez kb. Olyan, mint az előző videóban, ugye én elkezdtem annak idén a Schönherr Zoltán Ipari Szakmunkásképző Intézetben, 39. számú Schönherr Zoltán Ipari Szakmunkásképző Intézetben, és befejeztem az Öveges József Középiskolában, de ugyanoda jártam. Sőt, ez ugye végig kísért, mert amikor én dolgoztam a MIF-en, ugye a videószakon oktatóként a Magyar Iparművészeti Főiskolán kezdtem el dolgozni, és amikor én onnan kiléptem, akkor pedig milyennek hívták Magyar Iparművészeti Egyetemnek. Ugye, most meg már megint más a neve. Na, szóval én a BGTF-re jelentkeztem annak idején, számítástechnika tanár szakra, és hát én meg nem mondom mikor, tehát ez a, aki tudja, engem ismer, ez az, amikor azt mondom valamire, hogy nemrég, az ilyen 1-3 éve volt, és amikor azt mondom, hogy hú, hát ez már volt, vagy 4-5 éve, akkor kiderül, hogy 15, tehát hogy az idő az nem az én barátom. De én emlékeim szerint talán utolsó év környékén lett ENYEF belőle. Addig BGTF volt, de lehet, hogy hamarabb. Nem tudom, oly rég volt már, és most éjjel nem is túl sokat aludtam, tehát ez kettő együtt, hogy ez a rég volt, amúgy is rosszul emlékszem, és még kialvatlan is vagyok, hát ez nem sok jó a kecsegtet. Na, mindegy. Szóval én ide levelezőre jelentkeztem, mert hogy én ugye akkor már dolgozó ember voltam, és nekem akkoriban mindig volt, hát 3 munkahelyem átlagban azért az megvolt, már 3 különböző hely. Itt akkoriban is történt egy munkahelyi váltás, mert én amikor itt elkezdtem járni az ENYEF, a BGTF-re, akkor én még a MIF-en dolgoztam, vagyis milyen, az elején, és az utolsó éves koromban pedig már egy másik iskolába dolgoztam, egy középiskolába. Tehát itt azért munkahelyekben is volt váltás, de ekkoriban talán félállásban voltam a MIF-en, mikor elkezdtem. Egy másik félállásban egy általános iskolában, ugye a MIF-en ott videó szakoktatója voltam, az általános iskolában mellette számteket tanítottam, és egyébként pedig talán akkor volt, amikor péntek éjszakákat időnként, meg amiket akkor lehetett, toltam az A3 TV-be. Szóval volt feladat, és hát eközben kellett megoldani azt, hogy én azért Nyíregyházára járjak iskolába. Ugye hát levelezőre jelentkeztünk, nem árulok el túl nagy titkot, utánunk változtattak is a felvételi eljárásom, mert Nyíregyházára nekem azért esett a választásom, mert infóból volt a felvételi, és nem volt matek felvételi. Ugyanis szánom, bánom, de én egy humán beállítottságú ember vagyok. Szeretem, tisztelem és félem a matematikát. Tehát... Na, szóval, hogy nem voltam túl erős matekból, de mint kiderült, összehozta az összes szemetet a szél Nyíregyházára, idézőjelben, mert hát ugye az egész osztály ez gyakorlatilag egy ilyen matek antitalentum volt, és hát ez később meg is látszódott. Tehát ez amikor így emlékszem, hogy azért a levelezőn voltak ilyen szép dolgok, ez a 10 matek óra egyben tömbösítve. És akkor ez az így, bejött a tanárnő, hogy akkor, na hát akkor integráljunk. És akkor így mindenki rázta a fejét, hogy így faggálunk sincs róla. Mennyit változott egyébként az oktatás? Ugye a kislányom az jó, ő most egy nagyon jó gimnáziumban végzett, és onnan ment tovább tanulni. Egyébként humán van arra,
de ott ő ilyen specmatek osztályba járt, és ők például a gimnáziumot tanultak integrálni is, de annál sokkal durvább dolgokat is, tehát hogy ahhoz képest az így, tehát ez ilyen, na, mi viszont nem tanultunk annak idején, de hát nagyjából ott az előadóban senki, és akkor így mondta, hogy jó, hát akkor deriválás, akkor arra is mindenki rázta a fejét, és akkor mondta, hogy akkor jó, mátrixok, de nem vagyok hajlandó visszább menni. És akkor ugye mátrixoktól kezdtük el a matematikai tanulmányainkat. A másik ilyen jópofa dolog volt, matematikai programozás című tantárgy, azt mondja a bácsi, nagyon kedves, ő volt egyébként a tanszékvezető, bírtam. És így fölrajzol egy ilyen görbét, és akkor, hát akkor készítsük egy programot, ami kiszámolja a görbe alatti területet, érintő meg húr módszerrel is. Mondtuk, hogy nagyon fasza, mi leprogramozzuk, de egy képetet vagy valamit tegyen föl, mert fogalmunk nincsen, hogy hát hogyan is kéne ezt kiszámolni. Na, szóval, hogy ennek meg lett az eredménye. A későbbiekben volt matekból is felvételi, tehát így rájöttek, hogy nem jó dolog, ha seghülyéket beengednek oda. Na mindegy, tehát azért igyekeztünk később ugye helytállni, csak azért ezek így elsőben egy picikét meredeken jöttek. És hát ugye megkaptuk az órarendet, ugye arról volt szó, hogy leveleződnél, hogy majd hétvégente kell lejárni. Na most ehhez képest annyi óránk volt elsőben, mint minden hétvégén kellett menni, gyakran úgy, hogy péntek-szombat is, tehát nem csak a szombati nap, de szinte minden héten volt egy hétköznapra is berakva egy óra, egy szerdára, vagy ilyenek. Na hát volt, aki ekkor ki is csekkolt a történetből, mondta, hogy ő ezt így nem tudja vállalni. Nekem át kellett szerveznem a munkáimat, de azért ebből voltak érdekes dolgok. És emiatt nekem nem telt túl kényelmesen ez a 4 év Nyíregyházán. Nagyon pozitívan gondolok egyébként vissza, mert jó fejek voltak a tanárok, meg tényleg az iskola, én Nyíregyházát is nagyon szeretem. Sóstófürdő csodálatos volt. De azért szopás volt a lejárás, meg ilyen munkával ilyenekkel összeszervezni, mert hogy levelező az kollégiumot nem kapott. Tehát, hogy mondták, hogy tök jó levelezősök vagytok, kollégiumi szállás nincsen, ha éppen valami okból van üresedés, a kollégiumban meg lehet próbálni, hát összesen a 4 év alatt talán 2-ször sikerült a kollégiumban megszállnom. Az összes többi szállás az nem a kollégiumban történt, és hát igazándiból a nyíregyházi életem nagy része az ilyen szállás és a köré szálláskeresés és azzal kapcsolatos bonyolalmak köré szerveződött, így ez volt a legizgalmasabb történet, mert hogy hát én főleg elsőben ugye lejártam minden órára, hát be voltam szarva, úgy voltam vele, hogy hát itt azért most, na, ott kell lenni, nem lehet linkeskedni, és hát nagyjából ezt még másodikban is kitartott, harmadiktól kezdtem leereszteni, hát a negyedikben ott még ráadásul mindenféle családi zűrzavar is volt, akkor született a fiam is, az egy nagyon zűrös év volt, olyannyira, hogy akkor még a diplomaosztómra se tudtam lemenni, tehát tényleg negyedikben csak a minimumot teljesítettem. Na de, térjünk vissza erre, tehát elég sokan összegyűltünk, és hát neki láttunk ennek az időszaknak. Na most ugye a közlekedés. Az egyik, hogy volt az Intercity. Tehát az ember hétvégén ment, az még úgy jó volt, mert akkor el lehetett menni Intercity-vel. De például, ha mondjuk reggel 8-kor volt vizsga, hát akkor az Intercity-vel nem mehettem, mert az talán valami 10 órára, vagy 9.30, vagy 10.30, valami ilyesmire ért le az Intercity. Tehát le kellett utazni pénteken. Ugyanez volt a probléma, hogyha hétköznap kellett menni, akkor hogyha nem értem el az utolsó Intercity-t hétköznap, ami szerintem 7 óra környékén ment a nyugatiból, az nem biztos, hogy onnan ment, de ad is onnan ment. Hát akkor baj volt. Már pedig előfordult, hogy melóból nem értem el, tehát hogy necces volt. Volt is aztán, hogy vittem nagy táskákat magammal munkába, és akkor a munkából nagy táskával szaladtam ki az állomásra. Úgyhogy, hát ráadásul ugye külön izgalmas volt, hogy ugye volt felvételi elbeszélgetés, és ez nagyon érdekes volt,
Engem ugyanis nem vettek fel államilag finanszírozottba, akkor ilyen 120 pont volt a maximum, nekem valami 128 pontom volt, és valami 130 ponttól az államinak finanszírozott, az alatt csak költségtérítéses volt, és az volt az érdekes, hogy hát mások is voltak így, és így azt figyeltük meg, hogy hát ugye ez egy szubjektív beszélgetés volt, talán ez volt egyedül, amire azt mondom, hogy egy kicsik ilyen negatív élmény volt, de aztán ezzel hamar megbarátkoztunk, hogy ilyen furcsa volt, hogy voltunk egy páron, akik azért azt gondolom, hogy mivel később kiderült, hogy mi segítettünk a többieknek például a programozásban, talán nem mi voltunk a leghülyébbek, de aztán kiderült, hogy valamiért azt gondolták ott a felvételiztetők, hogy mi úgysem fogunk tanárként elhelyezkedni, ami nem igaz, hiszen én már akkor is tanítottam, és hát 25 évet letoltam a magyar oktatásban. De hogy így igazándiból ezért aztán nem kaptuk meg a max pontszámokat, és így hát nekem még fizetni kellett tandíjat is. Tán fél évenként 25 ezer volt, de csak az első évben, utána ugye jó tanulmányra hivatkozva át tudtam magamat kérni az államilag finanszírozottba. Ez csak egy kis mellékes történet, hogy hát fizetni kellett az utazást, fizetni kellett a tandíjat, ugye akkor vezették be ezt a tandíjat, és hát fizetni kellett még a szállást, meg kaját is. Úgyhogy nekem azért a bevételem egy jelentős része az iskoláztatásomra ment el akkoriban. És hát ugye mi történt, amikor az ember szeretett volna Nyíregyházán megszállni? Milyen opciói voltak akkoriban? Hát ugye volt a kollégium, az iskolában, az kb. Kilőve. Tehát ott szinte soha nem volt hely. Volt az iskola mellett egy ilyen sportszálló nevezetű szállás, hát az jó volt, de ott is nagyon ritkán lehetett szállást foglalni. 5-6 alkalomnál többször nem voltam ott, az biztos. És hát ott ráadásul volt egy ilyen vicces történetünk, az egyik ilyen alkalommal pont pszichológia előadás lett volna hatházi tanárúrral, akiről azt kell tudni, hogy ha későn érkezett valaki az előadó terembe, akkor mindig csak annyit mondott, hogy legyen kedves, foglaljon helyet itt az első sorban valamilyen oknál fogva. Az ember nem akarta megtudni, mi ez az ok, úgyhogy nem szerettünk volna elkésni, és az egyik reggel, mikor épp a sportszállóban voltunk megszállva, akkor hát nem tudom, elmentek ott a szállósok, és bezárták a hotelt. És konkrétan, hát akkor ketten voltunk szerintem Termi cimborámmal, ő is oda járt, ott ismerkedtünk össze, és hát nem lehetett kijutni az épületből, úgyhogy kinyitottuk az ablakot, és hát első emelet volt, vagy ilyesmi, és kimásztunk az ablakon, mert hogy nem akarunk elkésni, úgyhogy így értünk oda az órára, nem tudom, mi történt, de aztán ezzel a sportszállóval volt egy másik kalandunk is, volt foglalt szállásom. Ugye, hogyha az ember elérte még az esti IC-t, akkor ilyen 9:30-10 magasságában érkezett le Nyíregyházára. Most ott már nagyon nehéz volt szállást keresni, hogyha nem volt előre lefoglalva, és valami gond volt. És például pont a sportszállóval volt egy ilyenünk, hogy volt előre lefoglalt szállásunk, megbeszéltem, hogy mindig telefonálgatni kellett, telefonálni kellett előre, hogy legyen szállás. Le volt foglalva, oda mentünk, és közölték, hogy hát nincsen szabad hely, mert hogy jöttek, ugye valami foci meccs volt, jöttek futballisták, és megtöltötték a szállót. És ez a kösz szépen, tehát ez a menj, hova akarsz kategória. Hát akkor például nem volt nagyon hova menni. Majd mindjárt átérünk ilyen, és mi volt az, amikor nem lehetett nagyon hova menni. Aztán egyszer-kétszer megszálltunk, ott volt valami diszkó fölött, egy munkásszálló. Na hát, az is egy nagy kaland volt. Ugye volt egy másik nyíregyházi cimborám, Kőfal Jackson. Én neveztem el Kőfal Jacksonnak. Hát ő akkoriban ilyen hosszú hajjal járt, western csizma, és a főiskolához közel volt egy hát ilyen krimó gyakorlatilag, de így volt kaja is, tehát nagyon szerettem most például. Nagyon jók ezek az ilyen nyíregyi hamburgerek, meg ilyenek, egész másképp készítik ott, tehát mást értenek ott a nyíltségben a hamburgerem, meg a hotdogom, meg az ilyeneken, mint mondjuk itt Budapesten.
És azt, egyébként a vasútállomáson rengeteg ilyen kis bódé volt, szarérhugyér, mert szalára tudta magát tenni az ember, sokkal olcsóbb volt ott a kaja, mint Budapesten. Tehát tényleg még raktak bele kukoricát is, meg ilyenek, tehát ilyen nagyon, nagyon vicces, de nagyon jó, tehát egyébként jó. Na mindegy. Szóval volt ez a klímos, annak volt a cégérére egy ilyen western figura fölfestve, és annak a helynek volt a neve Kőfal Jackson, és hát ő is ilyen westernesben nyomta, úgyhogy elneveztem Kőfalnak. És hát legtöbbször vele voltunk így közösen. Ha nem egyedül voltam szálláson, akkor vele voltam. Ő egyébként magyar szakos volt, tehát csak évfolyam társak voltunk. És akkor volt például, hogy egy ilyen diszkóban, diszkó fölött van ez a munkásszálló, ott szálltunk meg, vagy diszkó mellett, vagy valami, mert hogy át lehetett hallani hajnalig a tuc-tucot. Ez a klasszikus munkásszállást képzeljétek el, ami ugye hétvégén üres, tehát hétvégén te lemehetsz oda, mert hétvégén nincsenek ott a munkások. Hát ugye a környezet, a tisztaság, az elhasználtság az ugye vitatható ebben a történetben. És akkor ott is volt, hogy lefeküdtünk, ugye hát eleve nem volt külön ágy. Tehát, hogy francia ágyon feküdtünk ketten. Ez csak semmi buzulás. Tehát, hogy volt ennél cifrább is, majd elárulom. Még a francia ágyon vagyunk ketten, az még egy kényelmes szkenárió volt ebben a történetben. És akkor a szomszéd szobában aztán elkezdtek akciózni, úgyhogy hallottuk, hogy nyögdécselést, meg ilyeneket. Úgyhogy mit ne mondják, reggel kipihenten frissen mentünk, átdörömböltünk, azok, akik visszadörömböltek. Csak máshogy. Úgyhogy ez volt a másik szállás lehetőség. És hát ahol én relatíve sokat megszálltam, volt egy középiskolai kollégium. Hát a vasútállomás, buszvégállomástól az ember úgy kilépett jól, akkor azért azt viszonylag záros időn belül el lehetett térni. De ugye egy probléma volt. Ott talán ilyen fél tízkor kapuzárás volt. Vagy tízkor volt, és tíz után érkeztem le fél tizenegyre, valami ilyesmi. Egy a lényeg, kapuzárás volt már olyankor, tehát mindig probléma volt, hogy ott csöngetni kellett, ugye a középiskolai kollégium, ott az ottani nevelő akkor kijött, vagy tudott rólunk, vagy nem, kurvára nem örült nekünk. Volt, hogy tök sokáig kellett csöngetni, hogy beengedjenek. És hát aztán ott is szerteszélye voltak a szállásaink. Tehát volt, amikor kaptunk úgymond rendes szobát, de bizony-bizony volt olyan, hogy hát ott mindent kiadtak, konkrétan kiadták az orvosi rendelőt is. És hát volt, amikor mind a kettőnknek kiadták az orvosi rendelőt, és mondták, hogy ott a kanapé, nyissuk ki, és akkor aludjunk. És akkor ez a Kőfal Jackson és én, két férfi ember, az orvosi rendelő, ugyanannyit kértek érte, kényelmetlen, kinyitott kanapéján ott aludtunk, mert mi a szart tudsz csinálni. Úgyhogy, hát igen. Az kemény volt. Az kemény volt, de volt még ennél durvább sztori is. Ahol nagyon jó szállás volt, az kint Sóstófürdő, a pedagógus tanárképző központ. És hát ott is nagyon nehéz volt helyet találni. De ha sikerült helyet találni, akkor ott egész jó szállás volt, egész jó árban volt, ugye volt kedvezmény a főiskolásoknak, és ott kint Sóstófürdő az marha jó, mikor az ember reggel ment ugye 8-ra be előadásra, és kiment reggel az ember a buszhoz, mert ugye busszal kellett kimenni, bár volt, amikor kisétáltam, a vasútállomástól azért ez egy szép séta, de szóval, hogy busszal jött be az ember, akkor még ilyen kis párafelhők voltak ott a Sóstó fölött. Nagyon jól nézett ki. Meg az egész olyan kis csöndes, nyugodt környék volt. Azt nagyon szerettem, amikor ott szálltunk meg. Legjobb szállás volt. Most ott Sóstófürdőn is már egy csomó minden történt. Nem tudom, megvan-e még ez a pedagógus tanárképző központ. Üzemele így egyáltalán. De az jó volt. Visszatértem némi egészségügyi szünet után. Szóval, hát igazániból, mint sejthető, nekünk azért ez nem volt ilyen bulizós időszak. Akik ott voltak a közelben, azért azok volt, hogy úgy jöttek be előadásra, hogy még aznaposak voltak, de hát nekünk ez azért nem játszott. Tehát azt mindig elhatároztam, hogy majd tanulunk az IC-n, de ebből sose lett semmi, mert akkor mindig ott dumáltunk, vegyültünk, mert azért általában így többen utaztunk. Tehát volt, hogy ott futottunk össze az IC-n. Tényleg magyarosokkal tök jóba voltunk.
Úgyhogy azért, ha velük találkoztunk, akkor az ember inkább velük dumált, meg trécselt, mint tanult. Mindig elhatároztam. Egyébként, ha már tanulásról beszélünk, hát ugye itt is igyekeztem egy idő után optimalizálni a dolgot. Ezt nem tudom, hogy első év, második fél évben csináltam-e, vagy második év, első fél évben. Szerintem gyanús, hogy még első lehetett, mert akkor voltak ilyen mindenféle töltelék tantárgyaink, hogy közgazdaságtan, meg fenntartható fejlődés, meg ilyenek. És akkor, hát hogy ott is spórolni kellett, hogy mikor megyek le, mert egyszer ilyen, volt, amikor így nem volt szállás, meg ilyenek, tehát aki meg kellett oldani, és már mindjárt mondom erre is, mi volt a megoldás, mikor nem volt szállás. Fú, azt mindig megfogadtam, hogy soha többet, de aztán minden évben egy párszor rácsúsztam erre a történetre, és mindig megfogadtam, hogy soha többet. Szóval például nekem a rekordom az az volt, hogy 4 vizsga egy nap egymás után. Ugye délelőtti időszakban volt a vizsga, le kellett pörgetni. A vizsga jelentkezés is egy gáz volt, mert ugye akkor még, hát ez a Neptun, ez így félig meddig volt, de az egy papíralapon kellett még mindent intézni. És akkor nagyon gyakran az volt, hogy le kellett menni jelentkezni a vizsgára. És akkor megkértük, akik eleve nyíregyen vannak, és így jobban voltunk velük, hogy akkor írjanak már be minket, meg kérjenek nekünk is vizsgai időpontot. Azért ez, ugye ez nem most volt, amikor én oda jártam. Na mindegy, és akkor volt, hogy összeraktam 4 vizsgát egy napra. Ilyet utána soha többet nem csináltam, tehát ezt megfogadtam. Utána 2 vizsga volt max. Egy nap, amit csináltam, de tény, hogy a napi 1 vizsga azért az jóval kényelmesebb. 4-et toltam, ezt ugye csak úgy lehetett csinálni, hogy oda mentem az első helyre, megkértem, hogy akkor hadd menjek én be elsőnek, vagy ott viszonylag az elején, akkor bementem, mentem a következő helyre, ott is akkor ott már álltak sorra, meg kellett kérni, hadd menjek előre, úgyhogy ez már is kellemetlen volt, hogy folyton kérni kell mindenkit, és akkor hát így toltam le a 4 vizsgát. És akkor hát azért ez látszott is, mert talán pont közgázból 3-as lettem, vagy valami ilyesmi, tehát azért az nem lett olyan fényes, de egy nap alatt letudtam a 4 vizsgát, nem kellett leutazni érte 4-szer, meg 3-szor, meg 2-szer, hanem egybe le volt tudva. De utána többet ilyet nem csináltam. Tehát ez, és ez a, nagyjából ez az úgy tanultam meg, hogy kiléptem a teremből, miután levizsgáztam, és már fogalmam sem volt az anyagról. Tehát, hogy nem volt egy túl mély dolog. De egyébként különösebb katasztrofa nélkül végigvittem a 4 évet. Utolsó év, utolsó szigorlatán, hát mondom, akkor voltak ilyen családi problémák is, tehát alig tudtam lejárni, minden volt akkor, tehát akkor zűrös volt az élet, de akkor volt az egyetlen egy bukásom, amivel egyébként kb. Szinte mindenki megbukott. Ez a fonya volt, ez a formális nyelvek és automaták című tantárgyú, az első szigorlat. Az első szigorlaton kb. Velem együtt mindenkit meghúztak, csak ugye egy csomó ember addigra rutinos volt, tehát azért ott jó páran túl voltak már UV-n, meg ilyeneken. Én nekem meg ez egy újszerű élmény volt, mert én nem buktam sose általános iskolában sem, középiskolában sem, és hát egészen addig a főiskolán sem volt egy nyomorult pótzéhám se, semmim sem. De aztán felszívtam magamat, és a póton sikeresen átmentem. Hát egy nem túl acélos 3-as kaptam végül erre a történetre, de én azt mondom, hogy fonyából annyi is elég. Egyébként, ha akkor tudom, hogy én ezt mondjuk fogom használni, például Linuxon kurva jól lehet használni, nem csak ott persze, reguláris kifejezések meg ilyenek, de akkor az ember úgy volt vele, hogy jó, most ez nekem így minek? Tehát, hogy így jó, van, persze, tök szép, de na mindegy, szóval végül is azért azt gondolom, hogy egész jól sikerült egy ilyen, nem tudom mennyi, bő 4-esre abszolváltam egyébként a főiskolát, így mindennel együtt. Tehát ez a 3-as rontotta le igazándiból, ilyen valami, nem tudom, 4 egész valamennyi lett az átlagom, de inkább tehát 4,5 alatt lehetett, vagy, mert ugye 4-es lett a záró eredményem. Na és akkor hogy jutottam le, amikor nem volt szállás? Tehát ugye volt olyan helyzet, hogy sehol se sikerült szállást szerezni, mit csináljunk? És ekkor volt az úgynevezett postavonat, nyugati pályaudvar, hajnal 1, ekkor indul,
csupán két szerelvény volt. Az elsőben voltak a küldemények, a másodikban pedig az utasok, akik akarnak utazni. Most erről a postavonatról azt kell tudni, hogy ez mindenhol megáll, úgyhogy talán ilyen reggel 6-ra ért le ez a vonat. Kibaszott fárasztó volt az út. Legtöbbször az egyetlen fehér ember én voltam a vonaton, tehát cigányokkal volt tele, meg román cigányokkal volt tele. Legtöbbször ez a vonat. Ezt most nem rasszizmusként, mielőtt még valaki, csak tény megállapítás. Tehát most lehetne itt romázni is, meg ilyenek, de fasság. Na. És hát én ide mindig úgy mentem, hogy ezzel nem alszunk el. Volt egy ilyen nagy búvárkésem, mert mégis van egyébként. Valahol az így bent volt így a kabátom alatt. És akkor voltak azért esély. Nem volt sűrűm, de azért volt esemény, amikor mit tudom én, ajtóval szembe ütem, üveges tekintettel meredtem magam elé, ott állt egy ilyen tagba szakadt ember, és éppen kötekedhetnék-e volt, és akkor így szélt, hogy rám nézett, és szóval, mit nézel? És ugye ilyenkor az egyetlen titok az, hogy az ember mindig alkalmazkodjon a környezetéhez, tehát olyankor nem lehet ilyen kis értelmiségiként, semmit, bocsánat, hanem ez a hasonló stílusban kell reagálni, hogy akkor így ne gondolják azt, hogy itt áldozat, vagy ez a semmit. Ez a kb. Így. De hát volt, hogy mit tudom én, ott elaludt mellettem az egyik ilyen, amikor rám dőlt, akkor fogtam ezt, amikor így rádől egy ilyen emberi vonat, ez a hő, és így arrébb löket, tehát hogy na, tehát, hogy azon a szinten kell kommunikálni, ahol ők így léteztek, és akkor ebből igazániból nincs konfliktus. De hát kúl a fárasztó volt, és ugye ezeknek a vonatoknak két állapota volt. Ez a télen nincsen fűtés, tehát hidegan, vagy nyára megy a fűtés, és megdög lesz hozzá, sűlsz a bőrülések. Ez nagyjából így ezek között működött ez a történet. Hosszú is volt az út, kurva fárasztó is volt az út. Úgyhogy ez a reggel 6-kor, mikor ott leszálltam a vonatról, frissen és üdén, ez a... Én soha többet nem megyek. Onnan szép, még elsétáltam a kollégiumba, ott a kollégium aulájába. Leültem, leginkább próbáltam csukott szemmel ülni, mert ha össze akartam tolni két fotelt, hogy ott alszom, akkor jött a portás baszogatni, hogy itt nem lehet aludni. Ugye ez a kollégium aulája volt. És akkor ott így próbált az ember ilyen félig csukott szemmel így a székbe kihúzni reggelig, hogy akkor, na, akkor mehetek 8-ra a vizsgára, vagy órára, vagy ilyenek. Ittam persze a kávékat, mint az állat. És mindig megfogadtam, hogy soha többet, de minden évben volt egy pár alkalom, amikor nem volt más lehetőség. Tehát ezt kellett lépni. És hát volt egy emlékezetes december 20-sokadika. Volt hatalmas havazás volt, minden. Elértem az esti ícét. Volt szállásom ebben a középiskolai kollégiumban, értelemszerűen. És hát felszálltam az ícére, ami nem indult el. De annyira nem indult el, hogy az ilyen este 7 helyett ilyen 9:30-kor kezdett el indulni a vonat. Tehát, hogy ilyen ugye nagy havazás volt, nem nagyon akartak járni a vonatok. Tehát már valami 3 óra késéssel indultunk el. Nyíregyre, mondom, ez fasza lesz. Majd Debrecennél kigyulladt a mozdony. Tehát akkor ott álltunk a nyílt vágányon, amíg jött egy újabb mozdony, és hát ilyen hajnal egy környékén beértünk Nyíregyre. Na hát hajnal egykor ugye se búz, se semmi, kurva nagy táskával voltam természetesen. És egyébként vizsgám lett volna, én szerintem, vagy óra, nem, vizsga. Mert ugye igyekeztem a vizsgákat is minél hamarabb lepörgetni, és valahogy úgy volt akkor a vizsgai időszak, hogy már december végén és január elején lehetett vizsgázni, ha jól emlékszem. Én igyekeztem mindig az elejére, hogy ne legyen az, majd ha bármi van, még mindig lehet a végén esetleg egy pótot csinálni, vagy ilyenek, hogyha nem jött össze valami, de az elején legyen az, hogy ne csúszak ki az időből, és szerintem ez vizsga volt, amire mentem. Tulajdonképpen mindegy egyébként. Tehát megérkeztem hajnal egykor, elindultam ebbe a középiskolai kollégium felé, mondom, na fognak nekem örülni, esett az eső, tehát ez a kurva jó volt, csöngetek, sehol senki, ordibálok, csöngetek, sehol senki, átmászok a kerítésen, csöngetek az épületnél, dörömbölök, sehol senki. Hát,
volt foglalva szállásom, de a nevelő nem tudom mit csinált, mélyen aludt vagy akármi, nem jutottam be a középiskolai kollégium. Mi a tökömet csinálok reggelig Nyíregyházán, szakadó esőben, kurva nagy táskával? Hát mondom, először is kigyaloglok a főiskolára. Először még csak sétálgatni kezdtem, hogy mondom, hát akkor sétálgatok. És hát ugye hangulatban voltam, úgyhogy hát esett az eső, és én ilyen Gangsta Zoli, akkoriban hallgattam éppen Cartert, fölkapott volt még tán akkor. És hát Gangsta Zolit énekeltem így magamban, ilyen, hát haladzolott kifelé is, de nem üvöltve, csak így magammal szórakoztatva, tele volt az összes tököm ebből az egészből. És hát egyszer csak elkezdett havazni. És akkor így megjött a karácsonyi hangulatom, főleg, hogy mentem ilyen boltok előtt, ahol így ki voltak rakva, ugye a kirakatban mindenféle csecsebecse dolgok, fújt hozzá a hó, és így szép lassan így átváltottam Gangsta Zoliból karácsonyi dalokra. És ilyen félhangosan, csendesét, meg ilyeneket énekelve jártam Nyíregyháza utcáid, a kirakatokat bámulva, emlékszem, jött is egy rendőrautó, így lassítva megnézték, hogy ez ki a tököm? Látták ekkora nagy hajókofferre a karácsonyi dalokat énekel valami szerencsétlen fasz. Hagytak inkább békén. És hát végül is kisétáltam a főiskolához, és akkor nem tudom, mennyi volt ilyen hajnali, 3 vagy ilyesmi, mire kiértem. És akkor ott megint ott a kollégium aulájában próbáltam kihéderelni az időt reggelig. Ja, várjatok, dehogy is, egy fontos lépés kimaradt, dehogy is, hát, majdnem. Szóval elmentem a középiskola kollégiumáig, odáig ott nem jutottam be. Az eső közben elkezdett ugye esni. És hát ez a hol aludjunk, mit csináljunk, és akkor szépen gangsterzői nótákat énekelve visszasétáltam az esőbe a vasútállomásra. Hogy mondom, akkor kihúzom addig a vasútállomáson, mi a tökömet tudok csinálni, és ott leültem a padra. De hát ugye a vasútállomás, azt tudjátok, hogy milyen volt akkor Nyíregyházán, meg gondolom most is ilyen, teli volt csövikkel. Tehát gyakorlatilag ez a táska itt, tudod így, félig meddig így bóbiskol alszol, közben a teli van csövesekkel körülötted, úgyhogy igazándiból én is egy csöves voltam a sok közül. És ott aludtam a csöves, csövikkel együtt aludtam a pályaudvaron. És akkor később, az volt szerintem ilyen 2-3 körül, mikor így egyszer így fölébredtem, akkor konstatáltam, hogy havazik, tehát véget ért az eső, és havazik, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát az esőben ugye fedett helyen kellett lennem, hogy ne állzak, úgyhogy akkor ott tényleg a padon. De úgyhogy én itt voltam, mellettem volt a padon egy másik csöves, tehát hogy... És akkor kimentem, és akkor kezdtem el sétálni a havazásba, és akkor énekeltem karácsonyi dalokat, és úgy sétáltam ki. Rég volt ez már. De ez majdnem kimaradt, ha csöveztem is a vasútállomáson. Egy pár órát ott így, hát bóbiskoltam. Tehát azért, na, ahogy a vonaton is, tudod, ez a készszelétbe vagy, fogod a késztáska alattad, és akkor készszed be, és akkor valami van, akkor tudjál reagálni. De valamennyire. Na, és akkor... Mai észre egyébként már nem kést vidnék, hanem botocskát, de az egy másik történet. Ma már nem csinálok nagyon ilyeneket, hogy vasútállomáson alszom meg ilyenek. És akkor szépen a havazásban karácsonyi énekeket énekelve, kirakatokat bámulva kigyalogoltam a főiskolába, és a főiskolára, főiskolához, jó, fáradt vagyok, és akkor ott a kollégium aulájában kihúztam reggelig. Úgyhogy hát azért mondom, nekünk ugye legtöbb kalandom, így a főiskolával kapcsolatban azok az ilyen szállásmizériák és az ilyen szálláskereséses történetek. Aztán ami még tök jó volt, ugye, ha az embernek volt időben jó szállása, és ugye több napra mentünk, akkor az iskolának van egy úszómerencé, oda le lehetett menni úszni. Így nagyon furcsa zöld víz volt benne, és ilyen nagyon, nagyon furcsa volt az íze meg az állaga, ilyen kicsit ilyen, nem tudom. Tehát én elég sokat jártam uszodába, és azoknak másmilyen volt. De ott egyébként Nyíregyen egyébként az ivóvíznek is más íze van. Meg a tejnek is, mint ott csinálnak. Tehát ebből sejthető, hogy lehet, hogy a tejet is felhúzzák vízzel, vagy nem tudom.
És akkor oda jártunk úszni például a főiskola úszodájába, az például a fasz a dolog volt. Tehát amikor így volt, nagy ritkán volt rendes szállásunk, és így a közelben volt, akkor egyébként így órák után az ember lement, és akkor kicsit úszott, meg kicsit így elmentünk a kőfalba, meg ide-oda. Ott tettem először például Nyíregyházán életemben először cseresznyés pizzát, ilyen hajtogatott pizza volt, és volt benne cseresznye. Kurva jó volt egyébként, tehát hogy az egy másik helyen volt. Tehát ilyen gasztronómiai sokként érték el az ember. Meg hát persze az ember volt az állatkertben is. Hát sok kellemes élmény van egyébként. Akkor ugye mi nagyon gyakran ott a folyosón, ott még várakoztunk a vizsgára, termivel ott gyakorolgattunk. Tehát ugye ő karatézott, én aikidóztam, és akkor ott azzal töltöttük az időt, hogy gyaktuk egymást többiek legnagyobb megrökönyödésére. Ugye akkoriban már ugye Linuxozgattam, de a termi nyomta nekem a Debiant. Én akkor ugye mendrékeztem, susészaltam, ilyesmiket csináltam, és akkor a termi nyomta a Debian, hú, nagyon jó, potétó, akkor ebből nagyjából be lehet lőni egy időben, mikor voltunk, bár lehet, hogy ez már később volt a potétó, mert ugye mi évekig tartottuk utána még a kapcsolatot. Mindegy, Debian, tehát egy biztos, aztán ő térített meg a Debian irányába. Na hát nekem most ennyi sztori jutott az eszembe. Biztos vagyok benne, hogy kikapcsolom mindjárt a telefont, és akkor még rengeteg dolog eszembe jut, amit elmondhattam volna. Akkor már mindegy lesz. Úgyhogy egy biztos, összességében én nekem pozitív volt ez a 4 év Nyíregyházán. Maga a város is nekem tetszik. Sóstófürdő kimondottan egy jó hely, nagyon szép hely. Meg jó hangulatú hely. De nekem mondom, magának Nyíregyházának se volt bajom a hangulatával. A főiskola is egy jó hely volt. Tanárok jó fejek voltak, csoporttársak jók voltak. Tehát most persze, valamit utólag megszépít az idő, ez tény. De azért összességében én azt gondolom, hogy ez egy pozitív időszaka volt az életemnek. Ez legalábbis ez a fele, ami Nyíregyháza. Leszámítva minden ilyen postavonatos szívást, meg ilyeneket. Tehát ez... azokat ebből kivéve az egyenletből. Na jól van, sziasztok!